A korábban létrehozott emlékhelyen helyt kaptak a dombovári sportélet múltjának emlékképei, olimpikonjaink, labdarúgásunk, atlétikánk és a többi kiemelkedő sportág relikviái. Az emlékhely a dombovári kézilabdázás múltjának visszaidézésével bővült ki ezen a napon. Szerencsére még sok hajdani aktív sportoló, edző, sportot kedvelő tudott erre az alkalomra elmenni, és láthatta, hogy az emlékhely a dombovári férfi kézilabda csapat történetét bemutató tablóval egészült ki. A jelenlévők közül sokan nosztalgiáztak, emlékeztek vissza arra, hogy egy-egy jelentősebb NB2-es mérkőzésen akár 1000 ember is kilátogatott buzdítani városunk csapatát. Miszlay József nyugdíjas testnevelőtől azt is megtudhattuk, hogy már a II. Világháború előtt volt nagypályás kézilabda csapat a városunknak, de a kispályás kézilabdát az egyetemről kikerülő, pályáját itt kezdő idősebb Karász Imre honosította meg. Beszámolójából azt is megtudhattuk, hogy hogyan ívelt felfelé a dombovári kézilabdasport, és hogyan élte fénykorát a kesztyűgyár kézilabda csapata.